11. alkalommal hirdette meg a fogyatékossággal élő emberek világnapjához kapcsolódóan szépirodalmi pályázatát a Kalocsai Nebuló Egymi, amelynek ünnepélyes díjátadójára november 29-én került sor. A Kalocsai Szent István Gimnázium dísztermében elsőként a Lép közel című dal klipjét vetítették le, majd Kis Tamás Áron az Én jövőképem című kategórián kívüli alkotást olvasta fel Rózsa Andrea gyógypedagógus. A megjelenteket Csupor Zsolt Jánosné, a Kalocsai Nebuló Egymi igazgatója köszöntötte, aki Melher György névvel az Évfolyész Bács-Kiskunvár megyei szervezetének elnökével adta át az elismeréseket. Az idei évben összesen 25 pályázótól 23 mű érkezett, 8 általános iskolás, 13 pedig középiskolás kategóriában. A pályamunkákat, melyekben a fogyatékossággal kapcsolatos élményeiket vetették papírra a nevezők, anonim módon kódszámmal ellátva juttatták el a bírálóknak. Tudtuk meg Csupor Zsolt Jánosnétól az eredményhirdetést megelőzően. Természetesen a mai előadást színesítik majd a tanulóink fellépései, és külön szeretném kiemelni Kis Zsuzsát, a Vera Cruz együttes énekesét, aki nem csak mű bemutatását vállalta, hanem ő is fel fog lépni énekével és a színpadon. Nagyon fontos, hogy minden évben olyan embereket kérünk fel a művek felolvasására, akik önmaguk is nagyon sokat tettek a fogyatékossággal élő emberekért, akik környezetünk köztiszteletben álló tagjai, és példák lehetnek számunkra, és azt gondolom, hogy a pályázó diákoknak a legeslegnagyobb elismerés az, hogy például a polgármester úr, vagy valaki közismert személy olvassa a díjazott művöket. Az Évfolyész, az Esélyt a teljes életre közhasznú egyesület, valamint a Bajai Tankerületi Központ és az Alapítvány a Kalocsai Gyógypedagógiáért jogoltából idén minden alkotó és felkészítő pedagógus jutalomban részesült, a kategórián kívüli érkezett pályamunkák szerzőit is beleértve. Minden évben vannak örömünkre visszatérő pályázóink is, és vannak új pályázóink is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra is, hiszen a fiatalok tanítanak bennünket elfogadásról, barátság fontosságáról, az ő szemléletmódjukkal, az ő gondolatvilágukkal, de az is nagyon fontos, hogy ezeket az alkotásokat összegyűjtve az első 6 évet 2019-ben egy kiadványban megörökítve tehettük közé, Mi sem vagyunk tökéletesek címmel, most a 11. alkalomnál tartunk, és abban bízunk, hogy majd, hogyha 7-től 12. évnek az alkotásit összegyűjthetjük, akkor 2 év múlva bemutathatjuk az új könyvet. Csupor Zsolt Jánosné továbbá kiemelte, a pályázat az érzékenyítés mellett a tehetséggondozást is szolgálja. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kezdeményezés, és számtalan olyan pont van, amelyben ez hatni tud a környezetünkre. Itt nem csak az érzékenyítésre kell, hogy gondoljunk, hanem a tehetséggondozásra is, hiszen majd, ahogy hallható lesz, fantasztikus novellák és versek születtek a tanulók tollából. A díjátadót követően pedig nem ért véget a program, ugyanis, mint megtudtuk, az eredményhirdetést szakmai műhelymunka kísérte másnap. Fontosnak tartom kiemelni, hogy oktatási hivatalbázis intézményeként ebben az évben ez a program került be az úgynevezett bemutatandó jó gyakorlataink köré, és a mai rendezvényt holnap egy szakmai műhely munka fogja kísérni, ahol a becsatlakozó pedagógusok számára ennek a kezdeményezésnek a kivitelezéséről, az üzenetéről, a módszertani elemeiről lesz egy műhely munka pedagógusok számára.